Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Sorsunk Alakítói nevezető műsorában. Mai napi vendégem ismét, nem először, nem utoljára, Juhász Zoltán János, akit szeretettel köszöntlek. Ugye már rég nem voltál a stúdióban, ma van értelemben régen, hogy a rég nem beszéltünk a Trianon filmről. És azért ott nagyon sok minden zajlik, sok minden történik, sok minden fejlődik, hát erről kérnének hogy számolj nekünk be. Köszönöm, János a lehetőséget, köszönöm, hogy ismét itt lehetek. Köszöntöm én is a kedves nézőket. És hát az elmúlt hetek, hónapok, ha nem is zajosan teltek, de nagyon sokat dolgoztunk, és ennek azért van most már eredménye, kézzelfogható vagy nézhető eredménye is. Elmúlt hetek lévén korlátozottak vagyunk, vetítéseket nem szervezhetünk, azonban azzal telt, hogy a filmek, a film feliratozását készítettem, hisz nagyon kedves aktivisták, segítők, barátok és országhatáron túlélő magyarok ajánlották fel a közelműködésüket abban, hogy a, a film, ami ugye két és fél órás teljes szövegkönyvét átfordítják, hogy a más nemzetek is megnézhessék ezt a filmet, érthessék. Elsőként az angol verzió készült el, az angol felirattal, ami látható már a Vimeo csatornánkon úgy másfél-két hete. Nagyon büszke vagyok rá, mert hogy már egy gyula barátom, tudod, 40 évig élt az operatőrünk, mm. Venezuelában így, és az Operatőr Szövetségen keresztül az élőnek ott kiterjedt kapcsolata van azon a kontinensen, és többek között megnézte egy kubai származású, de Amerikában élő műfordító. Hölgy, igen, aki spanyolról fordít uh, angolra, vagy angolról spanyolra, tehát műfordító, de azért a filmes szakma közelében van, uh -huh. és megnézte az angol feliratos változatot, és egyrészt gratulálta a fordításhoz, amit uh, szeretnék megköszönni itt is Szilágyi Vikinek, aki Írországban él, és onnét segített bennünket. Uh -huh. És egyrészt jóformán semmi hibát nem talált benne, de ami nagyon fontos, hogy elmondta, hogy nagyon izgalmas a film nagyon jó a képanyag, de a tartalom is, és hát most ez őt arra sarkalja, hogy majd megnézze újból, és hogy utána olvasson egy kicsit, hogy hogy is van ez, mert rengeteg kaput nyitott ki nála a kubai hölgy fejében, Amerikában élő kubai hölgy fejében, és természetesen azt is megígérte, hogy közeműködik egyrészt a spanyol műfordításban, másrészt az amerikai kontinensen való. De az nekem meg azzal kapcsolatban azt hogyha ott van a filmben, és a minden képkocká az megfelelő szöveg leírva. Bizony. Akkor már csak egy lépés lenne az, hogy egy jó hangorgánumban levő angol, francia, spanyol, stb. ember ezt a szöveget, amit olvas, szépen, szép hanggal fölmondaná. Igen. Mert azért sok embernek ez is egy könnyebbség, hogy nem olvasni kell neki, hanem hallja a szöveget. Uh, igen, hát... Mert e, a e, nagy munka az volt, hogy ez lefelé fog fordítva. E, ezt jó. felolvasni uh, már kisebb munka. Re, rengeteg munka volt eddig. Először ugye először ki kellett írni a szöveget hát, Word dokumentumba, Akkor még ráadásul ez egy nyersebb verzió volt, amikor már ezt elkezdődött kiírni. Most hála is ennek, ennek a szövegkönyve elkészült. Zoltán, én hogy csak hogy ott képernyőben a levő... Nézők tudják, milyen munkáról van szó. Én egyszer kaptam egy feladatot azt, hogy egy 20 perces filmet szintkoron tolmácsot ráérjem a film alá, hát egy egész napot dolgoztam rajta, Bizony. és ez csak 20 perc volt. De az, csak, hogy érzékeltessem ezt, ugye ennél a filmjel, ez azt jelenti, hogy körülbelül 2000 feliratot kell bevinni, Igen. azt helyére tenni, megfelelő módon elhelyezni, a időben, tartalomban. Iszonyra munka, iszonyra 2000. Iszonyra szóval nagyságrendben. És, és ez és nyelven. Tehát az angol elkészült, és nagyon boldogan várom, vagy nagyon, de nagyon izgatottan várom az hogy vajon, hogy indul el az angol nyelvterületen, illetve a világpiacon. Természetesen, ha már egyszer angolul megvan, Küldjük majd Indiába, Japánba, Kínába. Aztán további eredmény az, hogy elkészült franciául is. Egy Svájcban élő magyar barátunk dr. Körfi Alice volt, aki elképesztő lelkiismeretességgel és alapossággal segítette az, hogy ez a francia felirat elkészüljön, vagy nem tudom hányszor mindent kiavítani, tehát ráadásul, hogy egyszer feliratozod, az egy dolog, de utána megjön a javítás, mert rengeteg hiba van benne, Ilyen. akkor kiavítod, és akkor is kiderül, hogy még közben újabb hibákat ejtesz, mert hogy csinálod, csinálod, és nem veszed észre, hogy közben meg ott, ott valamit elrontott az ember. Nos, a francia feliratozású változat is most már fent van egy hete körülbelül, és hát nagyon boldogan érkeztem ide, mert eldicsekedhetek azzal, hogy a mai nap a román nyelvű változat is elkészült. Anders Zoltán barátunk, erdélyi származású magyar barátunk segített ebben rendkívül sokat, és szintén nagyon-nagyon alaposan és nagyon nagy gondossággal a lelkiismeretességgel. Elkészült és felkerült, most már a Vimeóra a Facebookra is feltettem a, a trélerét az előzetést a YouTube-on is fent van az előzetes. És hát innét üzenem az erdélyi magyar testvéreinek, hogy, hogy segítsék a film útját, hogy minél több, legalább erdélyi román nézze meg, mert a cím, a Trianon cím ellenére nem feszültséget akar gerjeszteni a film, hanem azt megértetni, hogy, hogy hát milyen játékszerek vagyunk, és hogy azok a a láthatatlan erők, akik a sorsunkat alakítják, hogy dobnak oda bennünket, koncnak, és hogy fordítanak egymással szembe bennünket, és ezzel emberek milliói, sőt tízmillióinak az életét teszik tönkre, tragikus mészárlásokat indítanak el. Szóval, kedves Erdély testvéreink, nézzétek meg a filmet, és itt a videó alatt, majd ennek a. A linkjeit én elhelyezem, hogy egy kattintás alatt. Beszéljünk élni. arról, hogy pontosan, hogy hogy lehet, mert ugye ez egy, ez egy füzetős lehetőség, ugye 6 dollárba kerül egy, egy 48 órás megtekintési lehetőség. Így van, az van. azt jelenti, hogy 48 órában többször meg tudja nézni a filmet? Így van, így van. Ez fontos Aha. is, mert egyébként aki megnézte eddig a filmet, az, hát, ha, mi, az mind nézni. azt mondja, hogy meg kell nézni még egy egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer. Igen. Na most akkor ott, ott megadunk egy címet, arra rákattint, és akkor hogy, hogy indítsa el ezt fizetés, ez, hogy, hogy hogy jön rá, hogy hova kell menni neki? Igen. Tehát azért a Vimeo-t választottuk erre a célra, mert a Vimeo egyrészt a, az egész világon ismert és bevezetett, kifejezetten erre a célra használt, a filmes szakmában erre a célra használt mm. mozicsatorna. Tehát profi eszközei vannak, és a videó alatt van egy kis piciki sárga vagy aranyszínű táblácska, hogy rend. Ha arra valaki Köszönjad, rá... még először meg kell találni a videót. Mit ír be a a, a, a kompjúterébe, hogy rákerüljön erre a ti honlapotokra. Igen, egyrészt, mint mondtam, itt a videó alatt, ez alatt a videó alatt konkrétan a linkeket meg fogom adni, hogy minél kényelmesebb legyen, de egyébként nem, nem érted. Vimeo, Trianon és az ország nevét, tehát Vimeo, Trianon, English, Vimeo, Trianon beírni, Francis, kisbetűkkel keres, kereső szóként, és gyakorlatilag akár melyik kereső, én szerintem már egy páron próbáltam, igen. akár melyik kereső kidobja azonnal a választási lehetőségek közül megjeleníti a jó, videót. Igen. Igen. Így, illetve a, a weblapunkon a trianonfilmcom on és a, a Proa.hu weblapon is külön van egy főmenü link, amelyiken Ezeket a, a, a Vimeo, tehát ez az online mozit meg lehet találni egyből, tehát vagy a trianonfilm.com weblapon, vagy a proa.hu weblapon. megnyitotta meg az illető ezt a lapot. Igen. Hogy választja ki a filmet, és hogy választja ki a nyelvet? Tehát euh, konkrétan már ezt a filmet fogja megtalálni, amelyiket ő választott az englis verziót, vagy az, az angol verziót. Vannak van az angol, francia, é, a, a címben, rómán. a címben, tehát a, ugye a főcíme, a magyar főcím az, hogy 100 évvel Trianon után, de a, a, a nyelvi változatoknál Trianon csak a főcím, és a főcímben már ott van, hogy ez az englis verzió, vagy a francia változat, vagy a román változat, és aztán a többi nyelvnél is ugyanígy lesz, tehát ezzel már azonnal, meg a leírás is azon a nyelven van már. Tehát azonnal egyértelmű, hogy ő most akkor az angol verziót választotta, vagy a uh -huh. román verziót választotta, akkor, akkor ez a film az. A, az előzetest az azonnal el tudja indítani, bérlés nélkül az is ott van a film előzetese, és van egy rend, 6 dollár, erre rá kell kattintani a 6 dollár, ez nem azt jelenti, hogy 6 dollárral kell valakinek rendelkezni, bármilyen pénzemben fizethető. De akkor kinyílik egy kis ablak, amelyikben azt kéri a, a nézőtől, a látogatótól, ha még nem regisztrálta a Vimeónál, hogy regisztráljon. A regisztrálás ez egy e-mail címet jelent, azt hiszem, és egy jelszót, semmi többet, tehát semmilyen adathalászat nincs. Kér egy e-mail címet, legfeljebb azért, hogy esetleg utána majd küld hírleveleket, de ezeket le lehet tiltani, vagy ajánlásokat, hogy milyen új filmek vannak. Ha megvan ez a, a regisztrálás, lehet a Facebook profillal, vagy a Google profillal egyből... Regisztrálni, tehát még csak nem, akkor már nem is kell címeket írni. Ha ez megvan, akkor uh, gyakorlatilag megjelenik az a kis uh, fizetős uh, felület, ami ismerünk a webáruházakból, tehát ahol kártyával lehet fizetni, uh, be kell írni a kártyaszámot, és elfogadni a 6 dolláros fizetést. És már indul a mozi. Uh -huh. uh, azt gondolom, most már ebben a világban ez, ez így működik. Természetesen nagyon-nagyon várjuk azt, hogy majd feloldják ezeket a korlátozásokat, mert nagyon szeretnénk a filmet elvinni a vetítésekre, ahol az emberekkel találkozhatunk, és utána beszélgetünk róla. De még hadd maradjak itt, ennél a, a, az erdélyi, illetve a román verzió, hogy kész van. Uh -huh. Most már. Javítás alatt van a szlovák verzió is, tehát a szlovák verzió is fel van elkészült a feliratozás, most a szlovák barátainknál, felvidéki barátainknál vannak, akik szintén nagyon lelkesek, és, és ők készítik most a, a javításokat, talán egy héten belül ez is felkerülhet, és nagyon fontos számomra a szerb verzió is, tehát hogy az elcsatolt területek nyelvén mindenképp legyen meg a film, a szerbfordítás is van, a szerbet talán a jövő héten kezdem el. Viszont elkészült a német feliratozás is, és a német javítás is most van folyamatban, tehát ugye mondtuk az angol, a francia, a román, a német most van ja szlovák, a német is most van javítás alatt, egy héten belül remélem az is elkészül, és a javított verziója ennek is indul. Aztán a szerbet azt jövő héten csinálom, most az oroszszal foglalkozok, az orosz feliratozás, az is az első rész kész van, és a második részt szintén a következő napokban elkészítem, utána annak is jön egy javítás, ott is egy nagyon kedves segítőnk van, aki kint él, és műfordító Oroszországban, tehát ezek is feltétlenül nagyon jó minőségben készülnek el ezek a fordítások, és az, amit utána még nagyon várunk, az a spanyol, és, a, a, és a, a, sajnos a végére fog maradni, egyszerűen a teljesítőképességem kapcsán az a, olasz. Az itt kínai. a kínai. Igen, a kínaira kaptunk annak idején egy nagyon kedves ajánlatot, és aztán azután az ajánlattevő eltűnt, azóta nem kommunikál vagy mert ő várt az angol változatot, az most készen, Igazából neki lehetne állni, de e, hát majd meglátjuk. Illetve szóba jött még, de ezzel sehol nem tartunk még, hogy török nyelvre is talán le kellene fordítani, mert hogy a törökök nagyon szeretik a magyarokat. Hát persze mi is szeretjük őket, de azért, azért mondjuk, mondjuk azért a mi történelmünkben más kép vannak a törökök, de örömmel lefordítanánk, vagy feliratoznám török nyelvre is, mert. Még egy mert dolog, a törökökkel kapcsolatban az egyszerű nép nem tehet arról a politikáról, amit annak ide ocsinál. Ők ugyanúgy megszenvedték ezt a dolgot, mint mi, mi, mi mert ők őt is tolták és harcolniuk kellett egy valamiért, ami azt sem tudtak, hogy miért harcolnak. Hát ráadásul, ha ugye például a Mohács kapcsán, hogy bele kutakodunk egy kicsit, és majd egyéb akkor, uh, műsorok, mindjárt, hogy mondjunk akkor mondjunk kiderül a a, és a, Francia a velencei a Francia, a, Igen, meg a velencei kalmároknál, és igen. akkor azonnal tudjuk, hogy a franciák kezelték az igen. ágyukat, és stb. stb. Igen. Na igen, tehát a, a török az, az majd talán az április és a májusnak a feladata lesz, de ez már a havatortán, én azt gondolom. Tehát ami nagyon fontos, hogy a világnyelveken angol, német, spanyol, francia elkészül, és hogy az elcsató területek nyelvei szintén érthető lesz. És kérném is, és, és most azzal a kéréssel fordulok a kedves nézőkhöz, hiszen ez a film közösségi finanszírozásból és támogatásból jött létre, és rendkívül hálásak vagyunk. Azért, hogy van sok jó magyar ember, aki segített ebben a munkában. Most megint hozzájuk fordulok, és kérem a segítségüket abban, hogy ha már elkészült a film, akkor egyrészt nézzék meg, mert látniuk kell, hogy mihez adták a segítségüket, és ha megnézzék, és, és ha tényleg olyan, mint amilyen elvárással leültek elé, akkor segítsék, hogy minél több emberhez jusson el. Sajnos. Minél többen segítsék még ezt a munkát anyagilag is. miért elmennél, mindenképpen ne felejtsen engem emlékeztetni, hogy szeretnék adományt adni erre a filmre. Nagyon szépen köszönjük, és természetesen nagyon-nagyon jól esik, János. De te zabarba hoztál már, hogy te eddig is annyit segítettél nekünk, hogy ezt a holnap estig nem tudtam elmondani. Tudod az a helyzet, hogy látva azt a hihetetlen munkát, amit végeztek? és ilyenkor mindig a úgymond magyar nemzeti kormányra gondolok, most tudom, hogy te nem akarod, hogy én kritizáljak is valakit, de itt nem tudok más csinálni. Kutya kötelesség lenne több száz millióval támogatni ezt a filmet, hisz amit ti beletettetek, azt a hihetetlen munkát, és ez tényleg egy nemzeti munka. Ez egy, ez egy nagyon komoly nemzeti szolgálat, amit ti leteszitek az asztalra, készen használhatóan az egész világ ismerje meg ezt a dolgot. És senkitől nem jön, hogy az állami területen sehonnan nem jön egy filérse. Ez egy olyan szégyen, hogy ez nem lehet eléget hangsúlyozni. Hogy, hogy pénz, de hallgatnak róla. Tehát, mintha nem is létezne, tehát megint csak, megint csak a, ez a film akkor fog elterjedni, és akkor fog a széles körben ismerté válni, hogyha azok, akik már látták, vagy akiknek magyar szíve van, azok azok segítik. Ugye a filmnek nagyon fontos feladata volt, vagy célja volt. Kezdetben már megfogalmaztuk, hogy olyan legyen a film, amit az egész világon bárki megnéz. És például, amit idéztem ezt a spanyol a kubai, kubai hölgyikét. Igen. És nem ez az első, amilyen kritikát Dél-Amerikából kapunk egyébként, hogy hogy végignézte. És egyből az, a két és fél órás filmet egy. Egy szúszal végignézte. végignézte. És sőt, küldi Argentinába, sőt, küldi nem tudom én ide-oda, mert hogy akkor ezt a filmet ott az amerikai kontinensen is forgalmazik Hogy Hogyha nem? ezt hallom, tudod, miben fogok, én, vagy bízok én ezek után? Hogy meg fogják nézni olyan potentátok, akár Amerikába, akik segítenek majd hozzá, hogy esetleg Amerikába bekerüljön a mozikba. Mert ugye a magyar kormány úgy áll hozzá, hogy hozzááll, de hát ha találunk különböző országban olyan megfelelő embereket, akik aztán hozzá segítenek, hogy ez aztán elinduljon a megfelelő mértékben. És Én akkor a... a... kubai nőt, hát látod, hogy ilyen, ilyenekből több lesz a világon. És akkor most még azt még erre a szuszra mindenképp el kell, hogy mondjam, hogy, és nagyon hálásak vagyunk a támogatásért, mert hát egyébként ez a munka megint egy munka. De ugye most már azzal, hogy a DVD-k elkészültek, valami árbevételünk van a DVD forgalmazásban, de sajnos csak valami, Uh, úgy értem, hogy egyáltalán nem oldja meg uh, azokat a szükségleteket, amiket egyébként ahhoz biztosítani kellene, hogy ez a film megfelelő módon uh, legyen uh, felkészítve. De de nem szeretnék panaszkodni, hát eddig eljutottunk magunk erejéből, a továbbit is meg tudjuk csinálni, hogyha azzal a, a szeretettel és azokkal a segítségekkel, amiket kapunk, hiszen mondom, nagyon sok segítséget kaptunk, említettem itt a forrítás kapcsán, mm. de, de, akár gondolok, tehát rengeteg embernek vagyunk hálásak. Viszont aminek nekiülünk, hogyha a feliratozás megvan, áprilisban, ami nagyon fontos, hogy a filmet egy tíz részes sorozattá alakítjuk. Ugye, aki látta a filmet, annak nem kell, hogy kilenc fejezetre van most bontva, de praktikusan ezt tovább kell tagolnunk tíz önálló része, és akkor tíz körülbelül egyenként félórás eleme lesz. Ezt úgy készítjük fel, hogy ez akár tévésorozat lehessen bárhol. Rendben van, hogy a magyar televízió nem fogja leadni, bár azért biztosan... Majd hogy a lesz nemzeti kormánya. Büszkén, büszkén mondhatom, hogy a Komló Média az kérte a filmet, és március 15-én a Komló Városi Televízió már levetítette a, a komlóiaknak ezt a filmet, hmm. tehát már ez a ilyenből is van precedens, és megnézettem előre pedig a, a fiúkkal, hogy előbb nézzék meg, és utána mondják meg, hogy vállalják-e a, igen, a ne, vetítését. Megnézt is mondta, hogy érti, hogy miért kérdeztem, megnézte és vállalják és leadják, hogy komló már levetítették a filmet. Tehát ne kiállunk és feldaraboljuk egy tízrészes sorozatra, mert hogy rengeteg mindenki maradja. de meg mindjárt lehet egy felhívás is a a városi televíziók irányába, hogy jelentkezzenek és vetítsék le a városunkban ezt a filmet. Így van, Nem? mert hogy alapvetően a filmnek az az üzenet, hogy ezt minden magyarnak látni, látni kell. Igen. Ö, ö, most Ede kapcsán eszembe jutott egy ilyen szösszenet a Facebookra, kitettem a Trianon film plakátot, mert hogy Csató Pál, aki grafikus művésző, készített nekünk egy Trianon film plakátot egy profi mozi plakátot, és kitettem a Facebookra az első hozzászólás egy hölgyike részéről. Minek ez a trianonozás még mindig? Mikor hagyjátok már abba? Igen. Hát kérlek szépen, ahogy erre rázudultak erre a hölgyikére, <laughs> azt darabokra Na, még, szedték majd 150. Még, még Fontos lenne az, aki mondjuk egy olyan polgármester, aki először látja a Hun televízió, vagy a CMM Televíziónek ezt a műsorát, hol tud téged megtalálni, hogy, hogy egy ilyen filmet vagy a módját megtalálja, hogy ott tudja levetíteni a filmét a városában. A proa.hu vagy a trianonfilm.com weblapon ugye kint vannak a kapcsolati adatok, okay. ott van a telefonszámom is a proa.hu weblap lábrészében, ugye az alapítványnak az alapítója is, hogy muszáj, tehát ezt sajnos fel kell vállalnom. ezzel együtt Hála Istennek nagyon kedves hívásokat kapok csak, úgyhogy az aklatásokat még eddig nem. Tehát ha valakiben ez a szándék az azonnal kapcsolatba tud lépni velem. Tehát befejezésként ez a, a tízrészes sorozat, ez áprilisban, ez nagyon-nagyon hív, mert hogy most, hogy újból és újból átnézem a filmet, a szövegeket ugye írom rá, és gondol, de akkor újból látom, újból végig kell. Már szinte kívül. De hát, hogy közben nekem is pörög az agyam, hogy hogy segítsem ezt a munkát a legjobban. Ha egy, még a polgármester <laughs> <laughs> ha egy polgármester jelentkezik, milyen anyagi vonzatai vannak neki? A helyzet az, hogy nincs, nincsen, tehát, nincsenek ilyenek, mert hogy nyilván nagyon jó lenne, hogyha ha valaki meg tudja oldani, és tud valamilyen uh, anyagi támogatást adni, tehát valami uh, tud hozzátenni, mert hogy uh, jogilag tisztában lehet tenni, hiszen az kulturális alapítványunk, a próha alapítvány az, akivel adott esetben erre szerződik, uh, és hát engedélye van a filmnek, és, és minden, tehát uh, ezek rendben vannak, de uh, nem ezen múlik. Tehát uh, tudom azt, hogy pont azok a magyar elkötelezettek, akik tenni akarnak, pont azok vannak mindig a legnehezebb anyagi körülmények között, úgyhogy, úgyhogy ez uh ez teljesen nyitva van, hát most nem akarok ennek reklámot csinálni, de hát a Komló média szegény nem tudott fizetni azért egy fillért sem, hogy levetítse a városában, mert hogy ők nem kapnak állami támogatást. De nem beszéltek rossz hogyha valamelyik terület esetleg úgy venné meg a filmet, hogy ad is érte valami. Ez ja, nagyon jó lesne, igen, mert hogy szükségünk van, van újabb és újabb eszközökre, hát Neked nem kell mondani, hát te is de most tudom, felújítottad a stúdiódat, és tudod, hogy mennyit költöttél rá, de, de most nekem szükségem lenne egy új gépre, mert hogy bár ez a, igen, csak a végét járja, de hát az a kategória, amivel ezt a filmet csinálni lehet, ez egy millió forint. Szóval, de akkor még hagyjuk ezt, mert végtelen a sor, tehát, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy minél több ember lássa, és most már azért ott tartunk, hogy úgy gondolom, hogy körülbelül van pár ezer ember, aki látta ezt a filmet az országban, de ez nagyon kevés. Nem pár ezernek, nem pár tízezernek, hanem több százezer embernek csak itt a Csonka országban meg kellene nézni. De azt gondolom, hogy az elcsatolt területeken is legalább százezers nagyságban meg kellene, hogy tudja nézni ezt a filmet a magyarság. Nagyon, ugyan 18-as karika kint van a film alap, így ki, de ugye nagyon jól esik, amikor történem tanárok mondják, hogy igazából legszívesebben bevinnék a gyerekeknek középiskolába, és tananyaggá tennék, tehát kötelezővé tennék a megtekintését. Tehát tegyünk érte. Tehát elkészül, de az, hogy csak párra látják, az, az nem megold. Nem azért készítettük. Nem azért dolgozott ez a rengeteg ember, és nem azért vállalt áldozatot mindaz, aki támogatta ezt a filmet, hogy most akkor ez úgy dobozva maradjon, vagy csak hogy párra tekintsék meg. Kérem, segítsenek, és tegyünk érte, hogy minél többen láthassák. És ne csak magyarok. Nagyon fontos, hogy lássák a szlovákok, lássák az erdélyi románok, és lássák, nézzék meg a szervek is, de nézzék meg az osztrákok is. És hát a németeknek meg külön fogjuk ajánlani, meg az oroszoknak, mert hát nagyon tanulságos lesz az ő történelmük hmm. tekintetében is, annak a megértése tekintetében is. A ez a film, és mi történt. Így de, van. Bizony. bizony. Jó van, Zolikám. E Eléggé -e töményen összefoglaltad itt nekünk, hogy mi, mi van a Trianon film körül. Hát nem, nem szerintem azért, hogy ilyen hónap múlva, hogyha megint lesznek következő fejlemények, akkor megint üljünk le és beszéljünk, számoljál be, hogy mit, mit zajlik, jó? Nagyon szépen köszönöm, járos, és így lesz, ígérem, mert hát a kötelességem is, hát hiszen, a, hiszen a, a, tényleg ez egy közösségi akarat volt ez a film is. Amikor nagyon-nagyon fáradt vagyok, akkor mindig azokra az emberekre gondolok, akik, adnak, akik ezt a bizalmat megelőlegezték és segítették. Úgyhogy akkor muszáj csinálni, csinálni, csinálni. Jövő héten már csinálom a szervet is. Köszönöm, hogy felettel.